most egy új sorozat első beszélgetését láthatják. Minden hónapban egy olyan sportágat mutatunk be a nézőknek, ami kevésbé ismert Vecsésen. A szerkesztő Földvári Tibor. Szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Ma első részben jelentkezünk műsorunkkal. Ez a műsor havi rendszeressége fog önöknél jelentkezni. Miről is van szó? Vecsésen a labdarúgás és a kézilabdán kívül számtalan sportszakosztály dolgozik, akik, valljuk meg, nagyon kevés lehetőséget kaptak az utóbbi időben a médiában, hogy megmutassák magukat. Így van ez, és így ennek kapcsán a testépítéssel fogunk első ízben foglalkozni. Szeretettel köszöntöm Simon Tamást. Üdvözlöm a nézőket. Aki a Vecsési Tóldi Ese abszolút bajnoka. Nagyon komoly eredményeket ért el, és most az év végén különböző világversenyekre is kiutazik. Tamás, légy kedves, oszd meg velünk, milyen út vezetett ehhez a fantasztikus eredménysorozathoz? Hát igazából családi vénák alapján jutottam el idáig, mert édesapám Simon István többszörös magyar bajnok és Európa bajnok, ugyanúgy testépítő volt, és így nőttem föl. Igazából 8 éve kezdtem el foglalkozni a testmozgással, a testépítés terén. Az első 4 év körülbelül úgy zajlott, hogy csontozatkiépítés, figyeltünk az alkatomra, és az utóbbi 4 évből, 2002-től kezdtem el úgy foglalkozni vele, hogy versenyzés megcélzom. Ez nekem olyan tavaly 2005-ben sikerült, elindultam a magyar bajnokságon, és ott 75 kilóba első lettem. Én igazából csak erre készültem, de ezáltal, hogy én első lettem, már felkértek a világbajnokságon való részvételre, ami szerencsére pont itt Magyarországon került megrendezésre, és a kategóriában nagy meglepetésre, mivel jó definiált és jó fizikummal léptem föl, második helyezést értem el. És így utána bonyolódott az élet, és ugyanúgy készültem erre az idényre is, ami ugyanúgy fog alakulni, hogy magyar bajnokság, és reméljük szép eredményekkel zárok, és akkor jönnek a nemzetközi versenyek. Azt hallottam, hogy az olimpiai keretbe is meghívtak téged. Igen, ez az IFBB testépítő szövetségnek az 5 fős magyar válogatott tagjaként veszek részt a versenyeken. Ez úgy alakul, hogy 2009-ig írtunk rá egy szerződést, ami azt jelenti, hogy addig minden évben nemzetközi versenyen részt veszek a csapattal, és 2009-ben ugye a világjátékokon fogunk részt venni. Ahogy elnézlek téged, fantasztikus izomzattal vagy megáldva, gondolom rengeteg munka van benne. Mi a viszonyításod, hogy meg tudod-e védeni a bajnoki címeidet? Tehát milyen lehet esetlegesen a veled párhuzamosan erre a versenyre készülő sportolóknak a fizikuma? Van-e valami képed ezekről a versenyzőkről? Igazából a magyar bajnokságon úgy érzem, hogy dobogós helyezést elérhetek, el szeretnék érni, de igazából minden a színpadon dől el, és ez egy olyan sport, még az öltözőben is hiába látom a fazonokat, a színpadon fog eldőlni. A nemzetközi versenyen ott meg igazából teljesen kiszámíthatatlan a dolog, mert attól függ, hogy ki hogy nyeri meg a saját hazájában a versenyt, és azáltal kvalifikálódik a VB-re, és így előreállhatólag nem tudom, hogy ki ellen fogok szerepelni. Első részben, amikor a Vecsés szépen szépségkirálynő választás volt, a zsűri elnökeként ugye bemutattál egy műsort. Megmondom őszintén, nagyon tetszettél, nem csak nekem, ugye a publikumnak is, és ott döbbentem rá, hogy milyen jó fizikumod van. Ezekre a versenyekre külön zenés repertoár kell felvonultas, és abból a legjobbat kiválasztani, vagy ott teljesen más a verseny sorrend? Igen, ez a mind magyar és mind nemzetközi versenyeken is úgy zajlik, hogy felkészülünk saját egyéni produkcióval, zenére, ez egy olyan 1-1,5 perces előadás, és vannak a kötelező dolgok, amiket egymás mellett felsorakoztatva mutatunk be a színpadon, és ugyanazt a pózt kell mutatnunk, és úgy összehasonlítanak minket. Most engedd meg, hogy egy kicsit kényes területre térjek. Ugye a testépítéssel különböző sztereoidokat és különböző ajzóanyagokat párosítanak, azonosítanak. Mi erről a vérépítőkhöz, ugye ez úgymond ráragadt, ez a jelző, hogy ugye kokszolnak, de úgy tudom, naturál vagy. Igen, természetesen, és sajnos én is tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy testépítés egyenlő dopingszerrel való versenyzés, de ezt, mint élő példa, én is tudom bizonyítani, hogy ezt lehet az nélkül is űzni, mert ez nem csak arról szól. Egy kisebb testtömegű fizikumot ki lehet szépen építeni teljes odaadással, kemény edzéssel, nagyon jó táplálkozással és sok pihenéssel. Ez a 75-80 kilós testet, azt még teljesen természetesen el lehet érni, és azt szépen ki kell formálni, ki kell dolgozni, és azt felviszünk színpadra, az nagyon esztétikus és kidolgozott, tehát
Én megvetem a dopingszereket, és igazából úgy vélem, hogy nem ezen alapul testépítés, mint ahogy a közvélemény pedig ezt állítja. Egy kicsit előre, illetve visszamennék az időbe, ugyanis mielőtt behívtalak volna, egy picit pletykákat próbáltam gyűjteni rólad, és azt mondták, hogy az Olimpiai Bizottságnál többször éjszaka is ellenőriztek téged. Hát ez úgy működik igazából, hogy mi, amivel aláírtuk ezt a szerződést, hogy készülünk a világjátékokra, a nap 24 órájában elővehetnek minket. Ha például mi elmegyünk nyaralni, akkor le kell adni, hogy hova megyünk nyaralni pontos címmel, és akár Ausztráliába a doping vizsgalabor az utánunk jön 24 órán belül. Szóval mindig a tartózkodási helyünket tudni kell, és ezt telefonon tudakolnak utána, hogy mi most éppen hol vagyunk, és ők 24 órán belül megjelennek. Szóval a felkészülési időszakban is szűrésre kell mennünk, ha ők úgy kívánják, nem csak a versenyeknél. Szóval ezzel kiszűrik azt, hogy mi évközben doppinggal készüljünk, és kitisztuljunk a versenyekre. Így most már teljesen 100% naturára próbálják visszaszorítani ezt a sportágat. Nagyon kellemes edzőpartneredben, édesapád személyében. Igen, igen. Hogy tudtok megfelelni egymásnak, egymás elvárásainak? Igazából vannak iszonyatosan nagyon jó oldali, és kicsit kényesebb oldalai is a mi kapcsolatunknak, ezáltal a sportáltal. Mert hogyha netán véletlenül van egy kis konfliktusunk a magánéletben, akkor már kicsit rosszabb az edzés együtt lenne a teremben. De igazából úgy érzem, hogy engem belőle a maximumot az ő tudja kihozni. Ő ismeri a testemet, és ő tud igazán meghajtani. De viszont nagyon jó hangulat van a teremnek, mint sok ismerősem, ugyebár te is lejársz hozzánk a kezdetektől nyitás óta, a Kortyovili is, akit sokan ismernek vecsésről, és ők is doping szerűen hatnak rám, ahogy ők is ott keményen edzenek, és hajtanak engem is, és biztatnak, és ez nagyon jól esik. Tamás, szeretnénk vecsés nevében is, és természetesen itt a médián keresztül is nagyon sok sikert kívánni neked, nagyon fogunk szorítani neked a világjátékokon, és a kedves közönség is remélem, hogy megnyerte tetszését, és egy új imidzset próbáltunk bemutatni, egy új sportágat. Jövő hónapban ismét találkozunk, még nem tudjuk kit, de valakit majd ismét ide fogunk kérni, hogy önöknek tájékoztató jelleggel egy új sportágat feltárjunk. Köszönöm a figyelmet!